Másodszor is az ellenzék jelölte nyerte a főpolgármester választást Isztambulban. Kormánypárti kihívója elismerte vereségét. A szavazást azért ismételték meg, mert a márciusi eredményt a kormánypárt szabálytalanságokra hivatkozva megtámadta. Az ellenzék győzelmével a kormányzó párt 15 év után másodszor is elveszítette Isztambul irányítását. Zászlókkal ünnepeltek az ellenzéki polgármester jelölt hívei Isztambulban. Ikrem İmamoğlu pedig a köztársasági néppárt kampányvárójában figyelte a megismételt választás eredményeit. A voksok mintegy 95%-ának feldolgozottsága mellett egyértelművé vált, hogy İmamoğlu nyerte a választást. 700 ezerrel több voksot kapott, mint riválisa. Ez nem győzelem, ez egy új kezdet. Holnaptól polgármesterként egyformán fogok kezelni 16 millió embert, mondta İmamoğlu hozzátéve, készen áll a török államfővel való harmonikus együttműködésre. Isztambulban azt követően tartottak megismételt polgármesterválasztást, hogy a török legfelsőbb választási tanács érvénytelenítette a márciusi szavazás eredményét. İmamoğlu 3 hónapja is a köztársasági néppárt színeiben indult, ám mindössze 13.700 szavazattal előzte meg a kormányzó Igazság és Fejlődés párt jelöltjét, Binali Yildirim-et. A kormányzó párt pedig szabálytalanságokra hivatkozva megtámadta az eredményt. Az illetékes hatóság helyt adott a fellebbezésnek. A 49 éves Ikrem İmamoğlu a márciusi győzelem után szinte az ismeretlenségből robbant be a köztudatba. Ám mindössze 3 hétig állt Isztambul élén. Sokan Erdoğan elnök lehetséges utódját látják benne. Kampányában a városi szegénység felszámolására helyezte a hangsúlyt. Kormánypárti kihívója már a részeredmények ismeretében előzőleg elismerte vereségét. Gratulált és sok sikert kívánt Isztambul új vezetőjének. A voksolás rámutatott, hogy a demokrácia kifogástalanul működik Törökországban, mondta a kormányzó párt jelöltje. A megismételt választást a török és a nemzetközi közvélemény egyaránt élénk érdeklődéssel kísérte. A választások egyik fontos tétje, hogy 15 év után a Recep Tayyip Erdoğan vezette kormánypárt áll-e majd a stratégiai fontosságú Boszporusz-parti metropolis élén. Isztambulnak hatalmas költségvetése van, még néhány kisebb szuverén állam GDP-jét is túlszárnyalja. Másrészt a város lakossága szinte az egész országot reprezentálja. Ha tehát valaki Isztambulban jó munkát végez, annak országos visszhangja van. Éppen ezért a törökországi politikai pártok számára Isztambul kulcsszerepet játszik, hangsúlyozta a szakértő. Elemzők szerint az Isztambulért folytatott verseny Erdoğan népszerűségének tesztje is volt. A török államfő, aki 1994-ben Isztambul főpolgármestereként kezdte politikai karrierjét, korábban úgy fogalmazott, aki Isztambulban nyer, egész Törökországban nyer.